Csak akartok még egyet. Te is hallozhattad volna. Tomi is érzi a zsugabonítót. Mentőr! Mentőr!
Szovjet. Hát sajnos. Sajnos ez nem lesz a világörökség része. Nézd, én nekem addig van kényszerűen, amikor nem veszik az életét. Addig nevezhetem szalsza facinek. Józsinál még dolgozik a jetlag? Józsi a másik időzónában játszik. Na pattanj le! A cseles beles! Fejedre a GoPro, aztán mehet van. A GoPro-t oda merném adni másnap is. Ebben vannak pikáns fotók, mi? Nem, akarok venni másikat. Á, de jó, stop! Azt nem. Nézd meg, egy pillanatra, Zsolti. Nem, mert a szponzorát tartalom. De még egyszer, köntelek Zsolti. Labdával. Na, Zsolti, ez most. Lett a hiba, ennyi. Mondom, a cseles-beles.
Mikor van még ez? Hát még felénő tartanak. Egyszerű játék ez, három passz gól. Kár, hogy nekünk nem megy. Meghalunk a szépségbe. Ez a baj, első két meccsen a stuffokat előtt. Már nincs kihívás. Ádám is rögtön első meccsen. Fejes gól. Ezt már hova? Közönséget kiszolgáltuk. Nem, hát még egy fél perc. Oktas! Ez az! Van, aki tanulja a futballt, meg van, aki tanítja.
Meg egy támadás. Vége. Finito. Ennyi, utolsó meccs. Szerintem mehettek öltözni. Nehogy, te megnézd arra. Ja. Ez az gengely. Még a szelő ellen is betalált. Ez ma készítés volt? Én nem megyek tatabányára, úgyhogy kész lesz. Dehogy nem, sokkal gyorsabb nete van, mint nekem. Jobbak a pingek, jobban megy a lövés. Persze. Karthal? Volt olyan? Mondjuk úgy, hogy fejlesztés alatt. Fogadjuk olyan, hogy lesz a legjobb. Akkor nem lehet. Az én puskám kicsit a virgant. Cseles belest, ki nem vágja. Te még fiatal vagy, te bírod. Te akkor kelsz, amikor más fekszik. Get the wood, please.
Mitől? Már ilyen fiatalon nem működnek a záróizmok. Ki tágított ki? Szoktam ilyen ücsörögni a dildóval, tudod. Nincs nekem ilyenekre időm. Dehogyis. Nem, általában úgy van, hogy van a vasárnap esti lövöl, de meg esetleg hétközben felugrok egyszer-kétszer. Vasárnap 8-tól 10-ig van. Hát a publicra meg vagy hétfőn, de ebben szoktam fölmenni. Nem. Semmi értelme. Ennyi pont elég. Hát én meg 60 frame, mert úgy folyamatos a kép. Az a már 4K-t csak 25 vagy 30 frame-mel tudja. Pedig kurva jól néztek ki 4K-ba. Ja, mert igazából akkor cseréltem le így a kamerát, mert ugye GoPro-val vettem föl. Csak abban nincs stabilizátor. Aztán most kinéztem az új 6-os GoPro-t, abban most már van, és tök jó a stabilizátor. Meg azt oda merem adni másnak is, mert viszonylag nehéz összetörni. Csak hogy nekem a hármasnál... Abban nincsen, és a mások nem igazán tudják használni. Hát mert a sok alkesz... Ugye... Ha nem PR, remeg a keze. Én meg mindig stabil vagyok. Ezért nem vezetek. Mindig bennem van a stabilizátor. Szoktál nézni pálinkára a kezedre? Dehogyis. Az az áram reggel. Volt olyan is, de azt gyorsan leszoktam róla. Nem tudom, én azt vettem észre, hogy apró léptek a lejtőn. Igen. Jó, mert egy idő után én nálam is egy napi rutin része lehet. Nem, hanem este, hogy na akkor public és... Volt olyan időszak, amikor minden nap toltam. Na, mert nem volt semmi dolgom, otthon voltam. És akkor mindig egy sörike, egy pohár bor, egy-két rövid. Hát olyan is volt. Jó, hát a legjobbak, mert ugye fölé... Úgy játszol, hogy? Nem. Csak a legjobb public, vagy nem public meccsek, hanem a vasárnapi meccsek, a meccs után. Oázisból haza, jó mólésen. Azt mondták a többiek, hogy meccs után ne jöjjek, mert be nem áll a szám. Azt jókat rögtem, mert ugye föl is veszik. Ezt a játékot is tolják fel a Jet2D-ra. Ezt végig csicseregtem. Innen dobom majd. Az se fog menni neked. De látod, nem veled volt a kapcsolat. Rossz energiák vannak elől. Előre mentem és én is elvesztem. Te adtad be azt, amiben még a dobben belejött? Úgy pedig ez nagyon nagy zsuga volt, de begörcsölt a várnyék. Éreztem, hogy be akar görcsölni. Már nem a plasztira figyeltem. A másik, amit szépen a hosszúba elgurítottam, az is jó. Voltam meg. Mondjuk nekem annyira nem a gyermek.
Nincs ennek jelentősége. Azért úgy sajnálom, hogy nagy pályás meccsen nincs fölvéve. Igen, egyedül nekem is reális önértékelése. Jaj, neked a csapat. Tudod? Kettő perc.